A mai részben eljöttünk a legendás Hungaroringre, hogy megnézzük élőben a 39. Forma 1 magyar nagydíjat. Ha már unjátok a kanapét és a tévében való nézést, akkor gyertek velünk, mert megmutatjuk, hogy miért érdemes élőben átélni az autósport csúcsát. Maradjatok velünk, mert kezdünk! Néhány információ azoknak, akik még nem jártak itt a Hungaroringen. Sima állójegyet vásároltunk, ami most itt 2024-ben 120 euró volt. Egy csomó kategóriájú jegy van a tribünökre, amik a célegyenes mentén vannak kialakítva, de egy csomó jegykategória van, úgyhogy tényleg határa csillagos ég. Péntektől kezdve már elkezdődnek a szabad edzések, szombaton az időmérők és nyilván vasárnap a futam, de a Forma 1-es autók mellett még Formula 2-es, 3-as és Porsche Superkupa is van ezen a hétvégén. Nyilván, aki kilátogat ide a Forma 1-re, a Hungaroringre, nem fog meglepődni az árakon. Egy sör 2000 forinttól indul, egy Hambi vagy egy Girosz 5-6 ezer forint. Volt szerencsénk a jövőre érkező Forma 1-es F1 című film utóforgatásán is hát részt venni, legalábbis láttuk azokat az autókat, amiket a filmben majd Brad Pitt fog vezetni. Elég jól néznek ki az autók, és elég jók a hangjaik is. Jövőre majd a filmben pedig meglátjuk, hogy milyen lesz. Itt van velünk TZ barátunk is, akit a tavalyi Hungaroring videóból már jól ismerhettek. Egy Hungaroringre járó veterán, jól ismeri a pályát, te lesz az idegen vezetőnk. Kis kalauz. Mikor voltál itt először, és mi fogott meg a Forma 1-ben? 2003 óta járok ki minden évben. Az F1-es hang, ami fantasztikus, és a libabőr környékezte az embereket. Most már ez nem az a hang, a feeling és az atmoszféra, mint ahogy látod te is szerintem. Mi változott meg leginkább a Forma 1-ben mostani futamokhoz képest? A szabályok, az autók. Ki szereti az automotorsportot, az azért jön ki, hogy élőbe lássa ezt, mert tévén nagyon nem adja vissza azt a dolgot, hogy itt él át az ember. Legnagyobb élményed? Räikkönen szurkoló és Räikkönen fan vagyok. Mióta nincsen, azóta a fiataloknak szurkolok. Legkedvesebb Räikkönenes élményed? Mikor a rajtrácson kiszállt az autóból és beszaladt a WC még a futam előtt. Mi az, amivel készülni szoktál előtte? Most már ez a tradicionális ruhába jövök általában. Régen ugye arcfestéssel jelentkeztem, mindig Räikkönenes majd természetes. Majd szurunk itt a képet rólad. Ugye hortobágyi csikós ruha, de mégis, hogy a hátulját is lehessen látni, és ezzel tisztelgek a Forma 1 előtt. Miért érdemes kilátogatni, aki még soha nem volt Forma 1-en élőben? Ki kell jönni, meg kell élni, tévé előtt. Ezt nem adja vissza az egészet. Ez az egész hangulatot, atmoszférát. Itt mögöttünk halljátok azért, hogy már melegítik a motorokat. Itt ezt meg kell élni. Ki fogja megnyerni a 39. magyar nagydíjat? Verstappen és a Norris köz. Én most Norrisnak drukkolok.
Honnan jöttetek, és ez hanyadik Forma 1-etek itt? Én Kapuvárra jövök, 12. Úgy összességében ez a harmadik, az első az ugye Hungaroringen volt, a második Szingapurban, és most már ismét visszatértem a Hungaroringre. Szlovákiából érkeztem, 33. Forma 1-es nadíjom. Majdnem az összesen itt voltál? Igen, 91-től. So it's our second time. Mi az a dolog, ami leginkább megfogott a Forma 1-ben, az, amiért minden évben visszatértek? Minden, minden. A kemping, a emberek, a itten, de a hangulat. Itt vannak velünk a Kamarás kemping tulajdonosai. Hány éve látjátok itt vendégül a Forma 1 szerelmeseit? 89 vagy 90-ben voltunk itt. Először a zuhanyzó épült meg. Az épület az meg 16 szerintem, hogy elkészült. Mi az a legnagyobb változás, ami végbe ment itt a Forma 1-be? Covid alatt nem volt semmi, akkor egy-két évre így az egész így leült, és most hál' Istennek újra jönnek vissza a vendégek. Legkedvesebb Forma 1-es hungaroringes emlék? Szerintem igazából az első alkalom, amikor bementem, 2012 körül volt, és számomra ez ilyen ilyen nagyon legyőző dolog volt. Ahányszor bent voltam, mindig nagy élmény volt. Schumacher Benettonjába beugrottam. Ez melyik év? 92 talán? 93, nem tudom. A Senna és a Prost. A legnagyobb volt a Schumacher, mikor így győzött. Talán 2017 Ferrari 1-2-be végzett, ugyanis én Ferrari szurkoló vagyok, de itt mindig vannak meglepetések. Just like here, last year, because you can see, you know, all cars on, you know, on the track. That's the best feeling, yeah. Mit üzennél azoknak, akik még sosem voltak élőben kint a Forma 1-en, miért érdemes kijönniük? Ezért a hangulatért, ezekért az emberekért, hogy próbálják ki, próbálják ki. Hát a tévében több mindent megtudnak, de az a tempó, a hang, a kaparás, ami itt van, az, amikor neki csapódnak a falnak, ezt át kell élni. You know, because you can hear, you know, because you can feel the cars. That's something different here. Hogyha egyetlen egy nevet lehetne mondani, akkor ki fogja megnyerni a 39. magyar nagydíjat? Én szurkolok a Piastrinak. Sadly Verstappen. Sadly. Sadly? Sadly Verstappen, yeah. Nem vagyok Verstappen drukker, de inkább ő, mint hogy a Norris vagy a többiek. Verstappen drukker vagyok, én neki szurkolok, hát vagy a Norris. Ja. Nyak, hogy ne a Hamilton. Most alámrúgok, de lehet, hogy a Max. Tehát egy Verstappen győzelem lesz. Igen, de Leclerc, Sainz, Ferrari. Én a Norrisnak. Tök egyértelmű Carlos Sainz. Ez volt a 39. Forma 1 magyar nagydíj. Reméljük, hogy meghoztuk a kedvet nektek is, hogy kilátogassatok. Ha tetszett a videó, és szeretnétek még hasonló tartalmakat látni, akkor iratkozzatok fel a csatornára. A következő videóban pedig találkozunk. Ciao!